Van kedvenced a CD-n? Mindegyik kedvencem, de most ezt minden közhely nélkül mondom, mert ráadásul... De azért van olyan, nem, amit az ember szívesebben... Van olyan. Hát nem is tudom. A leginkább azt szeretem, ami lemaradt. Mert van egy nagyon szép dal, egy Aznavour dal, a Kezedben az ifjúságod. Ezt magyarul annak idején, én magyarul hallottam először életemben, a Mezei Mária énekelte, fantasztikusan, szóval az csodálatos, hogy ő csinálta. Én megpróbáltam direkt másképp elénekelni, hogy ne az érződjön, hogy nyilvánvaló ott van milyen a hatása, de ő hihetetlen autenticitással énekelte magyarul ezt a dalt. Ez annyira személyes, és én annyira szeretem, és úgy érzem, hogy mindannyian annyira szeretjük, és ez az egyik legerősebb számunk a műsorban. Szóval ez úgy mindig hat. Mindenkinek ez a szám a kedvence? Hát én nyilvánvalóan elfogult vagyok a hangszer miatt, de abszolút osztom ezt a fajta lelkesedést a előbb említett dolog kapcsolatban. Nagyon szívesen játszottuk, és nagyon fájt, amikor kiderült, hogy ez nem került rá a CD-re. Mikor még csak 20 éves vagy, ez gazdagság. Nem vagy király, s téged szolgál a nagy világ. Ifjúságod, mint mesében, néked nyújt át mindent készen. Remény, öröm, könnyítő könny, szép szemeden. Apró csodák várnak most rád, és szerelem. Szívd magadba, mint a mámort, ifjúságod. Lásd, tavaszi nap gyorsan halad, fut az idő. Rád szórjon, s gyújtson lángot, ifjúságot. Kezedben az ifjúságot, színes madár, tanulj meg tőle énekelni szabadon, és tőle tanulj mosolyogni sorsodon. De vigyázz, mert észrevenni sincs idő. Szívd magadba, mint a mávort, ifjúságod. Sír vagy neves, mindig szeres, mindent, mi szép, s lehet tiéd a messzeség, föld és az ég. Szikrát szórjon, zsújtson lángot, ifjúságot! Bizonyára önökben is felmerült a kérdés, hogy miért maradt le ez a dal a CD-ről, jogdíj problémák miatt. Bardóczy Attila, Orosz Zoltán és Ursu Gábor lemezét mutattuk be Párizs ege alatt.